A rendezvény kegyeletadással kezdődött. A Bács Gyulafalvi temetőben megkoszorúzták Sípos Györgynek, az első bírónak, és Nagy Józsefnek a sírját, aki a falu első tanítója és egyben az iskola alapítója is volt. Ma Bács Gyulafalva 134. éves születésnapját ünnepli a falu alapításának. 1883-ban 500 telepes család érkezett az Észak-Bánáti régióból, 17 településről. Az 500 család két napon keresztül utazott ide a puszta kúlára, ahol új életet és új lehetőségeket vártak az élettől. A Bács Gyulafalvi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben két helyi születésű amatőr festő, Krizsán Katalin és Rétsági Csonti Angéla kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. A színházteremben megtartott ünnepi műsoron fellépett a helyi Ákon-Bákon gyermekszínjátszó csoport, a Tápai Hagyományőrző Egyesület és a Szajáni Műkedvelők. A műsort Borsos Dóra 10 perces összeállítása zárta, aki a Belgrádi Zeneakadémia jazz szakán végzett. Ünnepi kultúrműsorral folytatódik a ma esti műsorunk, mégpedig vendégelőadóink is lesznek a ma este. A Tápai Hagyományőrző Egyesület van, vendégségben állunk, és a Szajáni Művelődési Egyesület, az Ady Endre Művelődési Egyesület, valamint a Bács Gyulafalvi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület szakcsoportjai, szavalói, énekesei fognak ma fölépni. Különös tekintettel szeretném kiemelni a Bács Gyulafalvi amatőr színjátszókat, a gyerek színjátszó csoportot, az Ákon-Bákomot, akik ma egy új mesével fognak színpadra lépni. A rendezvényre sok külföldön élő gyulafalvi lakos is hazalátogatott, hogy átérezze az itthoni légkör éltető erejét.